Persze észre van, mindenki zavarod, mert én meg nem. Tehát, hogy volt ez a házasság? Tehát úgy volt, egy pillanat, hogy az Aurélka a fehér maszkó baba beleszeretett a Kovács Bélánéba, de, és ő vele akar élni. Helyes. Mi történt? Összehívta hazudott a piaristáknak a Kovácsné Bélánéről, Kovács Bélánéről, és nem volt hajlandó ütlegelése, de szó szerint nem mondta, hogy a piarista örnök, csak nem emlékszik rá. Szó szerint ütlegelje, üsse, verje, de azt mondta, addig ütlegelje, amíg ott nem döglik meg, mondta, hogy van mentőszolgálat nélkül, vagy helyre rakják, hogy az az ő neje. Akkor nem volt még gyereke. De a piarista örnök várta az Aurélka a fejemaszkó, de várt mi Budapesten, vártuk az Aurélka a fejemaszkó alá, de bárhol megjelenjen, Kovács Bélánél van. De mi alter Becker Aurélnél, de nem volt vele baj, ha élt, mert nem, az önnek ki volt akadva. 1984-ben összeházasította a dominót vele. Tehát eddig ő megtalálhatott valaki ilyetet, egy pillanat, 84-ben összeházasította a dominót vele, de volt egy szerződés, amit utána ratifikált, azt hiszem 1998-ban a Sipos ez valahogy így, de, tehát még akkor is ők keresték, mert nem jelent meg ezzel a Kovács Bélánéval, vagy mi, mindegy. Mi dobtuk ezt a csávót, nem érdekel, más után. A Kovács Ákos úrral, mert 1984-ben házasítottak az Aurélal, de ő nem jelent meg, emiatt aztán van 1987-ben házasítottak a Kovács Ákossal. Utána megint volt a tapasztalatuk, 1988 körül, 89 körül, de valahogy így, hogy ő elvette ezt az orszert, hogy itt vagy mindegy. Megint volt a tapasztalatuk, hogy ő nyíltan állítja az újságban, hogy ő nős. Tehát mivel az a dominó az meghalt, tehát én nem vagyok a dominó, az a dominó meghalt, jó. Én senkinek sem vagyok a neje. Én találkoztam ezt a Bujáki Zsoltal, vagy melyik test volt, nem tudom, annyira nem emlékszem rá, én nem voltam az algoritmus. Nem gerjedt erre a testre, de a másik testre sem, nem gerjedt. Ilyen másfajta volt, ilyen barátkozós. Tehát én nem vagyok senkinek sem a neje, vagy az Excel. Nem vagyok. Nem. Tehát itt valami félreértés.